Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogy miket vásároltam a Turiban, illetve lesz szó arról is, hogy hogyan érdemes tudatosan vásárolni, milyen szempontokat jó, ha figyelembe vesztek, ami által valószínűleg nem fogjátok később megbánni, hogy miket is vettetek. Valamint elmondom nektek, hogy mik voltak azok a szempontok, ami alapján én vásároltam most a Turkálóban. Nemrégiben volt szerencsém egy stílus tanácsadóval beszélgetni, aki elmondta, hogy milyen színtípus vagyok. Erről lehet, hogy már hallottatok, négyféle színtípus van, az évszakok szerint vannak kategorizálva, de ezen belül is árnyalják őket hideg-meleg szerint, élénk, illetve picit ilyen kevésbé élénk árnyalat szerint, de a legjobb, hogyha ugye nem magatok kategorizáljátok magatok, hiszen könnyen félrevihet akár egy festett haj, egy smink. Érdemes elmenni egy ilyen színkendő tesztre, illetve egy szakértő szinte talán még kendő nélkül is meg tudja mondani, hogy mi áll nektek jól, melyik típusba tartoztok, és onnantól kezdve már sokkal könnyebb vásárolnatok, hiszen meg lesz az, hogy milyen színek állnak jól, amik élénkítenek, fiatalítanak benneteket. Nyilván 20 évesen még ez kevésbé érdekes, de akkor is sokat számíthat. Később, akkor előre haladtával azonban ez egyre lényegesebbé válhat. Nekem milyen a hordunk olyan ruhákat, amik abszolút jól állnak, ha már úgyis leveszünk a polcról, akkor lehet olyan is, ami jól áll, szerintem. Illetve azért is megkönnyíti nagyon a dolgunkat a vásárlásnál, mert eleve egy csomó minden, amiről tudjuk, hogy mondjuk nem áll jól, azokat meg se nézzük. Tehát egy boltban rögtön lehet, hogy a felét már messziről le tudjuk kerülni. A másik, amire még emellett érdemes figyelni, az a testalkat típus. Abból is van többféle, biztos hallottatok már róla, homokóra, alma típus, körte, szóval, hogy sokféle van, erről is vannak könyvek is, de ebbe is sokkal jobb szerintem, ha segít egy tanácsadó. Nem mindenképpen szükséges ezért rengeteg pénzt fizetni, amúgy szerintem hosszú távon mindenképpen megéri, és annyira nem drágák, de sokszor van olyan, például egy glamour napokon, egy joy napon, amikor kitelepülnek ilyen stílus tanácsadók, és akkor ingyen, egy negyed órában adnak nektek tanácsot. Tehát csak oda mentek, bejelentkeztek, és megtudjátok, hogy milyen színtípusok vagytok, milyen testalkattípusotok van, mi áll jól. Mert ugye a szín szempontjából megkapott, hogy milyen színeket érdemes választani, de emellett azért az is nagyon fontos, hogy az adott testalkatra milyen szabásvonalak az előnyösek. Én ezeken most túljutottam, és megtudtam, hogy én egy sötét téltípus vagyok, és az Ágitól mutatom a kis színkártyáját, az egyik oldalán itt van Huszka Ági oldala, a másik oldalán pedig itt vannak a színek, hogy nekem milyen színek állnak jól. És ez azért nagyon praktikus, mert ugye ezt magammal viszem ezt a színkártyát egy vásárlásra, és egyből tudom, hogy oda passzintom, hogy melyik az, ami jöhet velem, illetve amit esetleg nem érdemes nagyon nézegetnem. Persze, ettől függetlenül fölvettek más milyen színű ruhát, ez nem arról szól semmiképp, csak szerintem ez valami nagy segítség. Úgyhogy én most ezek alapján vásároltam, illetve ez a rúzsok szempontjából is nagy segítség, vagy szemfestéknél, hiszen akkor azok kiemelik a szememet, a számat, a bőrömhöz passzolnak. Van nekem még egy másik ilyen színskálám is, ez egy picit több szín található, ez talán így a rúzsok szempontjából kicsit nagyobb választékot ad, illetve a szemfestékek szempontjából is, de a lényeg, hogy a kicsivel is nagyon jól lehet boldogulni, meg a sokkal könnyebben elfér a táskába. Tehát ezek alapján mentem végig azt szerint, hogy milyen szín is áll nekem jól. Valamint, persze ez olyan, hogyha most párszor megnézed, felpróbálod, akkor a fogod tudni, szóval nem az van, hogy mindenképpen egy ilyen kis cekivel kell járni, hogy úristen, úristen, ez zöld, ez milyen zöld, hanem már rááll az ember szeme, és akkor azt szerint vásárol. A testalkatra visszatérve, nekem alapvetően homokóra testalkatom van, és megvan, hogy ehhez milyen típusú ruhák állnak jól. Ezt majd meglátjuk, hogy mennyire fog jelen esetünkben számítani, de már legyen, hogy mennyire valósult ez meg, de alapvetően érdemes a derekat kiemelni, az vékonyabb nálam, valamint ami még ezen felül fontos lehet, mindjárt mondom, bocsánat, még kicsit névenek és puskáznom kell, tehát például egy, az a lényeg, hogy a homokóra alak, tudjátok, hogy néz ki egy homokóra, annak a fazonját, ami követi, az úgy lényegében jól állhat. Ennyit erről, és akkor most megmutatom nektek, hogy miket vettem a Turkálóban. Először is, ez még testalkattól függetlenül, egy táska.
ez a gyönyörűség, megláttam, annyira ilyen kígyóbőr mintára hajaz, én nekem még sose volt ilyen, kicsit úgy ódkodtam tőle, de ez a szín olyan szép élénk, most itt nem tudom mennyire látszik, talán egy a párnához viszonyítva, látszik, egy teljesen új táska, kinyitottam, és figyeljétek a belsejét, nagyon vicces. És akkor a megoldás, hogy miért is néz ez így ki. Ez a táska egy bortartó. Nem tudom, hogy gyakran innék bort, hogy ezért kell egy külön táska, de eszméletlen jó, nekem annyira megtetszett, hogy ilyet kitalálnak külföldön, hogy mekkora már, hogy beültesz egy üveg bort, és el tudod úgy vinni magaddal, vagy akár ajándékba, vagy csak úgy, mit tudom én, egy piknikre, hogy a kis táskádban elviszed. Szerintem eszméletlen jó, persze a szendvicsnek meg már jóknak is jó a táska, csak ezt azért hagytam rajta addig is, hogy lássátok. Szerintem csúcs szuper. Ezen kívül persze szerintem néha fogom azért sima táskának is használni, mert azért állandóan nem fogok magamnál egy üveg bort hordani, csak akkor kihasználjam a táskát. Illetve hátul van még egy picikesebben, amit ugye nem csináltak meg ilyen bevonattal, úgyhogy ide lehet majd pakolni telefont, vagy ilyesmit. Nekem kisebb telefonom van jelenleg, úgyhogy szerintem belefér. De szerintem eszméletlen jó, úgyhogy kávét, üdítőt, szendvicset, nyáron, ha végre ugye gyár is lesz, szerintem teljesen jó. Szóval ő a nagy szerzemény, a szerelem, csak kivondom. Aztán akkor jöhetnek a ruhák. Van egy póló, mutatom. Egy kacsa van rajta, gyönyörű a feje szerintem. Ilyen öltönyben van, és egy kézigránát van a kezébe, a szájában meg lóg a kézigránátból az a kis bigyó, amit ha ugye kihúznak, akkor fel tud robbanni. Leginkább fel is szokott, állítólag. Na most ez a póló szerintem eszméletlen. Az is fontos még a sötét teleknél, így a szintípusra visszatérve, hogy a kontrasztok jól állnak neki. Na most például ennél a pólónál, ugye a fehér-fekete az egy nagyon jó kontrasztban van. És ehhez a pólóhoz választottam egy zöld szoknyát, ugye nagyon egyszerű szabásvonalú szoknyát. És ugye ez a zöld, ráadásul visszaköszön a kacsa fejébe. Nem tudom, hogy mennyi fején, nem látjátok. Szóval ezt a kettőt így együtt annyira ütős lett. Plusz találtam egy táskát. Ez meg azért volt nagy szerelem, mert már hónapok óta, már legalább 2 hónapja nézegettem, hogy milyen hátizsákom legyen, mert nagyon szeretnék egy hátizsákot. Van egy piros régi, de az még ilyen más stílusú, az annyira nem divatos. Szerettem volna valami jobbat, modernebbet, ami jól néz ki. Nagyon sokat szemeztem ilyen pasztel rózsaszín táskákkal, de vagy műbőr volt, és olyat azért nem akartam, mert tudom, hogy ez nem bírja se a napot, se a hideget, más időjárás meg nem nagyon szokott lenni. A lakásban meg ritkán akarok egy hátizsákot tartani, csak hogy kíméljem. A bőrtáskákkal ugye az a baj az árukon kívül, hogy nyilván ezért egy páron meghaltak, de az is, hogy szóval nem tudom, tehát az se tűnt teljesen jó opciónak, meg azért abból is olyan könnyű találni, ami fazonra is jó, meg színre is, meg minden. És akkor nézegettem a különböző netes oldalakat is, de ott meg ugye nem lehet megnézni, hogy mekkora igazán, hogy szuper áll, stb. És találtam egyet, ami viszont nagyon-nagyon megtetszett, mutatom, az ő, a gyönyörűség, ez a citromsárga táska, picit szerintem ilyen tengerész, matróz táskának hasonlít szerintem, csak még nem kékfehér, tök jó kis füle van, ilyen, vagy mi ez ilyen, szóval amit fel tudunk venni a vállunkra, és akkor itt meg így meg lehet kötni, és van egy ilyen kis zsebe elő, oda is be lehet pakolni valamit. És ilyen tök laza. Először gondolkoztam rajta, hogy nem baj, hogy nincs neki ilyen kis lebernyége, vagy egy cipzár, de aztán rájöttem, hogy végül is, ha leveszem a villamoson, már pedig ott úgyis leveszem, akkor is az ölembe lesz, akkor meg nem baj, hogy nincs megcipzározva. A vállamon meg, amíg rohangászok nyilván nem érnek utól, hogy elkapják, és megnézzék, hogy mit tartok benne, úgyhogy szerintem teljesen szuper lesz, és ennek is eszméletlen jó színe van. Úgyhogy ezek voltak az én szerzeményeim, majd teszek fel róla a képet, hogy lássátok így felvéve, de egyelőre ennyi. Remélem, hogy tetszett nektek. Mondom, nagyon érdemes, hogy azt szerint választatok ruhákat, ami nektek igazán passzol, mármint, hogy tényleg nektek nem azért, mert mit tudom én, trend a H&M-be, és most mindenki fehér-fekete csíkos nadrágba jár, vagy ilyesmi, vagy ilyen lehúzott vállú felsőbe, hanem ami nektek áll jól, akkor ezerszer jobban fogtok kinézni mindenféle egyéb önsanyargatás nélkül, tehát anélkül, hogy mondjuk sokan diétáznátok, koplalnátok, hiszen
teljesen más ruhája jól az embereknek. De ha tudjátok, hogy nektek mi áll jól, akkor egyrészt kevesebb ruhát kell venni, figyelhettek ugye még jobban a minőségre, hiszen nem kell annyit megvennetek. Az a ruha megy a szintípusotok alapján, ugye életetek első pillanatától hozzávetődő, és az utolsóig meg fog felelni. Nyilván nem azt mondom, hogy akkor most 60 évre vegyetek ruhát, de hogy ha tartósat vesztek, ha minőségűbbet, akkor valószínűleg sokkal tovább tart. Ezáltal több pénzetek marad, amit elkölthettek másra. Nem azt mondom, hogy tartsátok meg, hanem költsétek el hasznosan másra, csak nem mindenképpen fölöslegesen vásároljatok vele. Remélem tetszett a videó, ha hasznosnak tartottátok, nyomjatok egy lájkot, írjátok meg, hogy ti miket szerettek vásárolni, szoktatok-e turiba vásárolni, tudjátok esetleg a saját színtípusotokat, testalkattípusotokat, menjetek el, hogyha tudtok, ugye akkor ilyen színtanácsadásra is érdemes. Mondom, tényleg van ingyenes változat is, az Ágénak az oldalát majd belinkelem, ott is tudtok hozzá jelentkezni. Legyen szép napotok, iratkozzatok föl, nyomjátok meg a kis csengőgombot is, és hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!